tanácsolsz nekem abban, hogy egy tünet, ami megmaradt, ez a fáradékonyság. Igen. És a fizikai erőllétem, ami legyengült, ami azért nem igen. jellemző, hogy ezt hogyan tudom. Igen, hát az előbb pont mondtam, hogy az OGS meg fog keletkezni, ja. akár már a diéta alatt is, mert fel fogja a test emelni a tartalékokból. És minél jobban pihenteted az emésztőtraktust, annál intenzívebben fog majd megjönni az életerő. Az ashwagandha ugye 5 elemes szer, tehát a legjobb immunerősítő, nyilván az amla is nagyon jó immunerősítő, vagy pedig hát még egy nagyon érdekes termék, egy ajurvédikus termék van, amit akár gyerekeknek is alkalmazunk, és ezt a felépítő terápiába ügyesen be tudjuk tenni, ez pedig egy olyan amla lekvár, amiben bele vannak főzve a fűszerek. Bele van fűzve a fahéj, a szegfűszeg, a gyömbér, a csillagán és a kardamom, van benne egy kis rózsavíz. És ezt a lekvárt bele kellene tenni a juice-odba egy kanállal, abból készítesz magadnak egy ivólevet, és ebből bátran, nyugodtan lehet így naponta több litert is elfogyasztani, és ez szépen vissza fogja hozni az életerőt. Én ilyenkor nem szeretem a mozgást erőltetni, tehát még a jogát sem nagyon, inkább a légzést. A pránájámát azt, ahogyan tanultuk, nyugodtan, inkább a pihentető légzést, a relaxáló légzést, a tűzfokozót semmiképp, tehát a kapalabát itt semmiképpen, tehát azt most egyelőre nem, illetve olyat sem, ami élénkít. Én inkább most erre a fázisra a nyugtatót javasolnám, a nyugtató légzéseket. Az alvási és az ébrenlét időszakot ki lehet tolni az alvás irányába, tehát meg lehet növelni. Bár ugye azt szoktuk mondani, hogy feküdjünk le korán, ébredjünk korán. Amikor betegatást, akkor nem probléma, ha egy picit tovább alszik. Feltéve, ha a székletürítés nem marad el. Vagy például azt is megteheted, hogy felkelsz a szokott rendbe, megtörténik a melegvízfogyasztás, megtörténik a székletürítés, picit eszel, vagy iszol, mindenképpen meleg legyen, jó? És akkor utána lehet egy picikét visszapihenni. Ne vedd negatív tényezőnek, ha délután vagy napközben le kell feküdnöd pihenni, mert pihenés alatt a test jóval jobban regenerálódik. Jó? A folyadékfogyasztást azt nagyon figyeljük, mert ha étel nincs is, de folyadék mindenképp kell, hogy legyen a testbe kellőképpen, mert nyilván annak van egy olyan tulajdonsága is, hogy segíti a tisztulási folyamatokat is. Igen, azt észrevettem, igen. hogy tehát ez a meleg víz fogyasztása, ez elengedhetetlen. Tehát kívánom is, hogy... Igen. A váta alkatnak nagyon oda kell arra figyelni, hogy hűtőből semmit nem fogyaszthat. A szobahőmérsékletű ételeknél én speciál jobban preferálom azt, ami egy picit melegebb a szobahőmérsékletnél, és az még a folyadékoknál is. Én is mindig meleg teát iszom, nem nagyon iszom vizet sem, ami nem meleg. Ha vizet iszom, az is egy picit melegebb, mint a szobahőmérséklet, reggel meg különösen. Tehát reggel kifejezetten azt a melegséget fogyasztom, ami még bírható a toroknak, majdnem forró szinte. Ja, rendben. Jó, de egyébként az ájurvéd a napi rutinja folyamatosan említi a felkelés utáni fogöblítés, szájöblítést, és utána pedig a melegvízfogyasztást. Nyelvkaparás, igen, ügyes, igen, 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 és utána a melegvízfogyasztását. Jó? Jó, jó, nagyon szépen. Nagyon köszönöm, szívesen. Akkor találkozunk egy hónap múlva. Igen, be is írom neked, hogy mikor találkozunk.